szépen, csak egy ilyen rövid kétpercesre. Először szeretnék Cerván György képviselőtársamnak egy picikét válaszolni. Tehát ön azt mondja, hogy én kirohantam itt a nagybirtokra. Nem erről szól a hozzászólásom, képviselő úr. Ez arról szól, hogyha egy picikét ezt az éghajlatváltozásos ügyeket követi, akkor most már a nemzetközi tudományos társaság is arra hívja fel a figyelmet, hogy az agráriummal nagy baj van, a szélsőséges időjárási viszonyok következtében és sok minden más hatására itt radikális változások lesznek, és nehogy abban gondolkodjunk még, hogy majd az elkövetkezendő időszakban Magyarország 20 millió embernek meg fogja tudni, vagy az élelmiszer biztosítani fogja tudni. Nagyon nagy gondok vannak a talajnak a minőségével, a talaj szerkezetével. Nem szeretnék miniszter úrra hivatkozni, de nem olyan régen az Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésén mondta, hogy a talajerő az nem tudom 20-30 év alatt a 20%-ára csökkent, vegyszeres élelmiszert teszünk, szermaradványok vannak benne. Arra ön például nem gondol, hogy az immunrendszerünk legyöngül, mert ilyen táplálékhoz jutunk, és ez is összefügg azzal, hogy jobban ki vagyunk téve a járványnak. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdések. És itt az éghajlatváltozásnál felhívnám arra a figyelmet, hogy az alkalmazkodás tekintetében csak itthon Magyarországon tudunk tenni. Én most nem a széndioxid csökkentésről beszéltem, arról beszéltem, hogy ezeket az alkalmazkodási feladatokat el kell végezni. Ha nem végezzük el, higgyék el, bármilyen krízisbiztosítási rendszert létrehozhatunk, nem lesz annyi pénz, az Isten pénze nem lesz arra elegendő, hogy a termés kiesést, akik elszenvedik azt, ezt pótolni lehessen. Semmi másról nem beszéltem, remélem kulturált módon, ahogyan Simicskó képviselőtársam mondta, szeretném felhívni erre a figyelmet, és sürgetem a mezőgazdasági tárcát, miniszter urat, hogy minél előbb lássunk itt egy olyan programot, amelyek megelőzik és valóban az okokat számolják fel. Köszönöm szépen!